teljes agy az egy ilyen kerek formát kap az első esztergálás után. Megkapja a további munkavégzéshez szükséges furatot, ami szintén nem a végleges méret, ez csak a további munkához való. Amikor ezt kiesztergáltuk ilyen hengerre, a megfelelő méretre, utána következik a kerék küllőinek csaphelye készítése. Ezt régen véséssel, ma már gépi munkával végezzük, mert egyszerűbb és gyorsabb, ezen kívül szabályosabb és egyforma. Ez egy kétsoros küllővel készülő keréknek az agy, ami itt látható. Ez azért kétsoros, mert eltolva vannak egymástól a küllők. Minden másik küllő kicsit kijebb, illetve beljebb van, mint a másik. Ezután következik a végleges formára esztergálása ennek az agynak, ami megkapja már a hagyományos kerék vagy formát. Itt továbbra is látható a küllőknek a helye. Ezt azért hoztam most, mert ez viszont ez egysoros küllőnek a kialakítása. Itt nem egy eltolva vannak egymástól a küllők, hanem egy sorban. Ez nagyobb teherbírású, ez könnyebb kocsiknak a kisebb igénybevételű kocsiknak a küllői, vagy szekereknek a küllői. Szekereknek általában kétsoros. A végleges agyforma kialakítása után be is vasaljuk ezt az agyat, hogy a küllőzés során ne repedezzen, tartsa a vas a helyén az agyat. Ezután következik a küllőzés, amely otthon készítettünk elő küllőket, amely tulajdonképpen azt jelenti, hogy ebbe az agyba beütjük a küllőt. Amikor a küllők belekerültek az agyba, innentől úgy hívjuk, hogy kerékcsillag. Ennek az a neve, hogy kerékcsillag. Ezután következik a küllő végein elkészítjük a csapokat a kerék talpalásához. Legalább egy kicsit lepihenje, hogy valami.
Gyere, Feri! Tehát ez a következő napot, hogy tekerem, jön szél. De ez meg a határól beállítva, hogy mekkora leik a csapja. Meddig, a csapja. És akkor itt van a kés, ilyen két derékszögű, tehát itt is van egy éle, meg itt is. Ezen fekszik föl. És be van állítva. Nagyszerű álmet veszik, hogy még? Ezzel csinálj meg, hogy kapod. Addig kapodja, még ez az ovalitás el nem marad. Mikor az ide, akkor már könnyen megyen. Hát még őt rájutottad már? Aha. Elment föl, Kamilé. Ott van fönt. Zolika! Gyere ide! Hát így néz ki a külön végeken elkészített csapokkal a kerékcsillag. A küllőket az agyban ragasztva illesszük be, a csapokat pedig ékel. Amikor eljutottunk idáig, akkor a kerék talpnak a felhelyezése következik, ami az első talp már ezen fenn is van, és a kollégám mindjárt felteszi a többi talpat is. Meg lesz.
Tehát végül is a mi részünkről itt a kerékgyártás átmenetileg befejeződött, mert ezután jön a Kovácsnak a dolga, aki a ráfot ráhúzza a kerékre, és utána nekünk már ezen kívül csak ilyen tisztítás és finomítás dolgunk van. Ennyi. Az, amikor itt megvan nekem a jel, és így körbegurítom, kérlek szépen, ide érek megházom. Ilyen pontosan nincsen az a műszer, amivel nem tudod meg, se számítással sem. Kimérem. Na de ez többször fordul. Nem számít az, érted? Mert azt számolom csak, hogy amikor mit tudom én, megmérem a kereket, hogy 1 méter átmérő, 3 méter 14, ugye lenne a hossza. Bocsánat, egy ráf vastagságot hozzá kell adni, ugye, mert a hajlításnál a közép átmérő, tehát a semleges mezőt kell venni, ahol nem változik a hossza. Tényleg szépen, és a görbős hajlítóba ugye a végét nem hajlítja olyan szépen. Ott mindig van, hagyok rajta egy ilyen 5-10 centi. Hát a görbős hajlítóban van mindig leesül hulladé. Azt mondom. Tehát a két henge távolság. És akkor kérlek szépen, amikor kimértem, kis derékszöggel megjelölöm, flexel egyes korommal elvágom, meggyökölöm, akkor azt nem hoztam, mert tehát akkor van erre, ide fölteszek egy ilyen állványt, ide egy ilyen óalak, abba beleakasztom, akkor, bocsánat, azt még elfelejtettem mondani, hogy erre itt összeillesztem, és hozzászorítom, megheftelem. Megvan, akkor fölállítom, megheggeztem belül, leflexelem, és akkor jön a külseje, akkor ide ezt a U alakú közt ide teszem, akkor a heggeztés után, tehát itt megvan köszül minden, akkor itt gyökölöm meg. Megheggeztem, kész. És a átmérőt, azt kérlek szépen, hogy majd itt fakérekbe melegítem, és amikor leég a korom róla, akkor az a hőfoka, ez kb. Olyan 300 fok. 300 foknál hajszálpont 1% a tágulása neki. Tehát, hogyha úgy szoktam, hogy ez egy 1 méteres kerék, 1 cm-rel lehetem szűkebbre. És akkor az énél a talpatnál, hát a szakkönyv azt írja, hogy azt mondja, 1 és 2 milliméter. Hát inkább barátságosabb a 1 milliméter hézag. És akkor ha ráteszem, és hogyha ez így megvan, akkor abból a ráfúzó fogóból majdnem mondhatnám, semmi nem kell, mert úgy rásik, hogy még valahogy a ujjadat is mellé tudod. Hát ha... Igen, ha a hőálló. Igen, akkor ráfot állőjne így valami, nagyot nézni, rálőjne így a kerékre. Nagyot nézni. Igen, most már nem tudom, hogy van a kettő van.
Van itt is, van, ahol van, ott van, ott. Hát tetszik, hogy azon szépen tegyen szóra. Nem, hogy visszaemelni. Az imat, nem csinálva. Megnézem, nem pedig ügyet. Van, várja, a többit, vagy nyomtatta újra. Körbe járja. Amit ternek, ott is akar. Az a tiéd, a kerék írát ez. Így a jó, na ez így autentikus. Így van, mondja meg, hogy hát nem kell figyelni. Check it out.
Igen. Most megtaláltam a szolgatásképpen egy hidegen... Hidegen húzott ráfapalva semmi mellette. Mint a Billy. Jó, mehet a vízbe.